20 ezer hektáron termesztett sörárpát az Axereal Hungary Kft. A megfelelő fajtákat a malátagyárak elvárásait figyelembe véve választják ki a vetőmag előállítást végző Isterra Magyarország Kft.-vel. A sörárpa termesztési hagyományai az elmúlt évtizedekben átalakultak. Ennek legfőbb oka az éghajlat változása. Hagyományosan, klasszikusan a sörárpa az tavaszi árpa volt. Egy rövid tenyészidejű kultúra, ami szinte akárhol termeszthető volt. Hagyományosan Borsod volt az egyik legnagyobb termesztési régiója az országnak, de sok helyen lehetett termeszteni. És mostanra a termesztés egyre inkább áttér az őszi vetésű, szintén kétsoros sörárpa fajtákra, de hangsúlyozom, ezeket már ősszel vetik. Mit kell tudnunk ezekről a fajtákról, amik mellett itt sétálunk? A fajtákról a legszemléletesebb jellemző az a kétsoros, hosszúkás kalász, és azok a gömbölyedett szemek, amik a kalászban megvannak, és ezzel szerintem a főbb jellemzőit el is mondtam egy sörárpának. Tehát egy őszi sörárpa az marad kétsoros ugyanúgy, ahogy a tavaszi, és a szemméret az, ami a beltartalom mellett meghatározó lesz, mint minőségi paraméter egy sörárpánál. Ezeket az egyébként őszi sörárpákat technológiai szempontból nagyon hasonlóan kell kezelni takarmányárpákhoz, vagy akár egyéb őszi kalászosokhoz. Van egyfajta technológiai fegyelem, amit be kell tartani, mert például túlzott tápanyag utánpótlással a beltartalom olyan irányba változik, ami utána a feldolgozóipar számára nem kedvező. Nagyon sok kereskedő ház állít elő sörárpát a világon. Ti mégis az Isterrával, ezzel a francia céggel vagytok kapcsolatban. Miért? A legfőbb ok az talán az, hogy a franciáknál a sörárpa meghatározó a szántóföldi kultúrák sorában. És a nemesítő cégek közül is sokan francia kötődésűek. Az Isterának ezen kívül nem csak a nemesítésben, hanem a vetőmag előállításban is van tapasztalata, és talán ez az, ami leginkább indokolja, ez a két tényező azt, hogy együtt dolgozunk ezen. Hova kerül innen a megtermelt sörárpa? A megtermelt sörárpa Magyarország egyetlen malátagyárába, Dunaújvárosba kerül. A Dunaújvárosi Malátagyár és az Axereal az egy cégcsoporthoz tartozik, tehát közös a tulajdonosunk. Ha a jövedelmezőséget nézzük, akkor jobban megéri a sörárpát termeszteni, vagy mint a takarmányárpát? A sörárpáért mindig többet fizetnek, mint a takarmányárpáért, és én úgy gondolom, hogy azonos termésszintet el lehet érni. Viszont a sörárpát például azért, mert kevesebb tápanyagot igényel, hogy olyan minőséget adjon, amit a feldolgozóipar elvár, ezért alacsonyabb költségekkel lehet termeszteni, de technológiai fegyelem kell hozzá. Tehát egy valamivel kevesebb költséget igénylő kultúra, viszont a takarmányárpához képest igenis komolyabb technológiai fegyelem kell, például a növényvédelem terén. Tehát itt, hogyha a lombozatot nem védjük meg, akkor utána nincs bocsánat. Az a minőség és mennyiség rovására megy nagyon könnyen. Mennyire növelhető még Magyarországon a sörárpa területeknek a nagysága? A területek szerintem növelhetőek, hiszen kereslet van a sörárpára, tehát úgy gondoljuk, hogy ezzel a jelenleg említett több mint 20 ezer hektárral nem értük még el a maximumát annak, amit a malátaipar, mint feldolgozó fel tudna használni, hasznosítani tudna. Szerintem, mivel sörre van kereslet, nem csak Magyarországon, hanem a régióban, és egyébként Közép-Kelet-Európa egy stabil felvevő piaca a sörnek, ezért tovább tudjuk növelni, véleményem szerint legalább 10-20%-kal a termesztési területünket.